Pécs TV hír összefoglalója. A stúdióban Bodor Gergő várja önöket. Jó estét kívánok, december 17-e hétfő van. Ma esti műsorunkban is beszámolunk a város legfontosabb híreiről, eseményeiről. Tekintsenek meg egy rövid ízelítőt a tartalomból. A pécsi vasútállomásról 8:45-től szinte valamennyi vonat elindult, igaz a legtöbb, nagyon kevés utassal. A városban minden hatodik pedagógus vett részt a sztrájkban. A pécsi egészségügyi intézményekben mindenki felvette a munkát, többen kék szalaggal jelezték, hogy egyetértenek a munkabeszüntetőkkel. A pécsi vasutasok közül főleg a kocsivizsgálók sztrájkoltak. Reggel 6 és 7 óra között két Intercity is elindult Budapestre, az egyikben 4, a másikban 1 utas ült. A sztrájk ideje alatt a kocsikat fűtötték, az utasokat tájékoztatták. Persze nem nagyon volt miről, hiszen nagyjából annyit tudtak elmondani, hogy minden bizonytalan. Vegyes a kép, sok helyen, ahol 6 óra előtt elindultak a vonatok, azok elindultak, és 6 órakor a sztrájk hirdetésének időpontjában megálltak. Több szolgálati helyen, például Kaposfüreden áll egy vonatunk, Tabon áll egy vonatunk, és Lengyel-Tótiba áll egy vonatunk, Altán itt a térségbe áll egy vonatunk. Tehát nem közlekedünk egyelőre. 3:49-ig úgy látszott, hogy a sztrájk megbénítja a régió közlekedését. A sztrájkoló kocsivizsgálók művezetője azonban felvette a munkát, és a forgalom lassan visszatért a normális kerékvágásba. Az egészségügyi intézményekben csak kék szalaggal demonstráltak, de a város 37 iskolája közül 21-ben sztrájkoltak. Minden hatodik pedagógus 2900-ból 440 csatlakozott a munkabeszüntetéshez. A belvárosi iskolában az igazgató és még egy munkatárs kivételével mindenki sztrájkolt. Itt, mint az iskolák többségében, az első két óra maradt el. Az Apáczai Nevelési Központ 2-es iskolájában a 40 tagú testületből 18-an szüntették be a munkát. Van, aki egész nap, tehát bejelentette, hogy délután 4-ig kíván részt venni a sztrájkban, vannak, akik pedig 2 órában. Erre a törvény lehetőséget ad. A sztrájkolók közül 4-en egész nap nem dolgoztak, a többiek a harmadik tanórától kezdve felvették a munkát. Pécset hétfőre 3 helyen terveztek demonstrációt félpályás útlezárással. Ezek közül csak a 6-os út Szigetvár felé eső kivezető szakaszán tüntettek. A városban már megkezdődött a fenyőárusítás. A választék bőséges, idén is mindenki megtalálhatja a pénztárcájának és ízlésének megfelelő karácsonyfát. Szép számban állnak a fenyők a Búzatéren, és folyamatosan érkezik az utánpótlás is. Az árusok szerint még nem indult meg a roham a fákért, de természetesen senki nincs elkésve. Hétfőn a reggeli csípős hidegben még valóban nem sok vevővel találkozni, de azt mondják, munkaidő után már többen járják a sorokat az ideális karácsonyfa után kutatva. Választék van bőven, az árak pedig... Ez meg egyedis kérdése. Mitől függ mondjuk? Méret? Mérettől, meg a szépség, hogy milyen szép dús. Egyébként hát körülbelül ez a mérvadó nála. Frissnek minden fa, friss az egész területen itten. A régi árba adjuk végül is, nem drágultunk, úgyhogy rendes áron adjuk, ahogy szoktuk. Herni. Körülbelül mi ez az összeg? Hát 4000-5000 körül van métere itt a mi piacunkon. Hát most változott minőségtől függően, tehát fajtól függően, hát az egyértelmű. Fajtából pedig igen széles a választék, van itt Lutz, Ezüst, Norman, Douglas, illetve erdei fenyő is. Itt mindenki megtalálja az ízlésének és pénztárcájának valót. A fenyőpiac forgalma persze még nem indult be igazán. A forgalom egyelőre még kevés gyér, de... Hát bízunk bent, hogy megindul a piac, ugye mindenki később szeretné megvenni, már csak azért, hogy friss árut ugye nem tudja oltárolni. Az idén nem számítunk nagy durranásra, mert hát ugye kevés pénze van az embereknek, és bizony egyre meglátszik itt is, hogy nem úgy vásárolnak. Még mindig nem indult, tehát tavaly már azért más volt még. Mint megtudtuk, ünnepenként általában itt a Búzatéren 200-300 fát tud eladni egy árus, a vevők igénye egyébként sokféle. A méret és az ár is sokat számít abban, hogy éppen ki milyen fát választ. Csak egy ilyen kisebb. Hát ilyen kisebb, hát egyedül vagyok, én nekem elég ez is. És az ár mennyire volt fontos? Hát az is fontos volt, hát 1300 forintért vettük meg, hát ez jó. A fenyőárusok egyébként egészen az utolsó pillanatig várják a vevőket, akinek pedig még nincs ünnepi hangulata, annak is megéri elsétálni és válogatni a fák között, már csak a mindent belengő, varázslatos, karácsonyt idéző fenyőillat miatt is.
Az ünnepek után kihajított, csupasz, elszáradt fenyők szomorú látványa évről évre többeket ösztönöz arra, hogy visszaváltható karácsonyfát vásároljanak. Pécset immár hagyományosan az egyik Barkács áruház udvarán rendezik meg az akciót. Ezeket a fenyőket bizony nem dobják ki az ünnepek után, a cserepes fákat vissza lehet váltani, illetve újra el lehet ültetni kertünkben. Városunkban már jó pár éve megfogalmazódott az igény a bérbe vehető karácsonyfákra. Az akciót, mint eddig minden évben, a Praktiker udvarán rendezik meg. A kezdeményezést annak idején a Zöld Gondolat lovagrend indította útjára, tőlük vette át a stafétabotot a Barkács áruház. A fenyőbérlés, mint mondják, egyre vonzóbb az emberek számára. Jók a tapasztalataink. Azt látjuk, hogy évről évre nő az érdeklődés. Az akcióban általában 300-400 fenyő talál bérlőre évente, ami azt jelenti, az egész készlet elfogy az ünnepek idejére. A karácsonyfa bérlés a következőképpen működik. Be kell jönni, kiválasztani egy fenyőt. Az idén elég nagy választékunk van méretben is, illetve fenyőfajtában is. És azt kifizetni, aztán legkésőbb január 3-áig visszaváltjuk, ha úgy szeretné a kedves vásárló, szeretné a kertjében elültetni, akkor pedig egy szép fát kapott edénnyel és mindennel, ami kell. Annak, aki nem kívánja megtartani a bérbevett fát, december 28-a és január 3-a között van lehetősége a visszaváltásra. Ekkor a vásárló a letéti díj összegének felét is visszakaphatja. Mint megtudtuk, ezeknek a fáknak az ünnepek után is jó helye lesz. Amit visszahoznak, azokat mindig jótékony célra adományozzuk óvodáknak, iskoláknak, önkormányzati intézményeknek. Tehát ezeket egytől egyig elültetik, és valahol szépíteni fogják a környezetet. Ahhoz persze, hogy az ünnepek után is szépek legyenek a fák, nem árt egy kis törődés az átmeneti tulajdonos részéről. A szervezők azt tanácsolják, hogy mielőtt elfoglalná ünnepi helyét a karácsonyfa, előtte érdemes a szabadban vagy hűtetlen helyiségben tartani a növényt, nehogy megviselje a hirtelen hőmérséklet változás. Lebontás után a visszaváltásig vagy a kiültetésig szintén hasonlóan kell ügyelni a fokozatosságra. A tudnivalókról természetesen használati utasítást is mellékelnek az akcióhely színén. Most pedig lássuk, mi minden történt még a városban a hétvégén és az elmúlt 24 órában. Rövid hír összefoglalón következik. A Baranyai Esperanto Egyesület kettős megemlékezést tartott szombat délután az Esperanto Parkban, Pécsett. Az eseményen egyrészt a Pécsi Esperanto Mozgalom 95. évfordulójára emlékeztek. Maga az Esperanto Mozgalom 10. Pius pápa óta élvezi az egyház támogatását. December 15-én Zamenhof születésének 148. évfordulóját is ünnepelték. Zamenhof volt ennek a tervezett nyelvnek, az Esperantónak a kezdeményezője. A mester előtti tisztelgés jeleképpen megkoszorúzták a Zamenhof emlékművet, ahol esperanto nyelven emlékeztek meg a nyelv kitalálójáról az egyesület tagjai. A Pécsi Akvárium Terráriumban mindig találhat valami izgalmasat a látogató. Itt bizony nem csak az állatokkal lehet közelebbről megismerkedni, de a különböző foglalkozások alkalmával sok hasznos tudnivalóra is szert tehetnek a gyerekek, sőt kézügyességüket is kipróbálhatják, fantáziájukat is szabadon ereszthetik. A terráriumban a hétvége a karácsonyi készülődési egyében telt. Kicsik és nagyok ezúttal ajtó és asztali díszeket készíthettek természetes alapanyagokból, de volt, aki rajzolt, és persze nagyon népszerűek voltak az alkalmi karám kedves lakói is, akiket nem csak simogatni, de etetni is lehetett. A terráriumba egyébként érdemes a hétköznapokon is ellátogatni, ami az ünnepi nyitvatartást illeti. December 24-én, 25-én, 26-án, december 31-én és január 1-én az intézmény zárva tart, a többi napokon viszont a szokásos rend szerint várják az érdeklődőket. Spiró György újabb darabját tűzte színpadára a Pécsi 3. Színház. Vince János rendezésében a Prach című drámáját láthatja a közönség, melynek főpróbáján jártunk. Vince János már több Spiró darabot rendezett, így nem volt nehéz dolga az újabb művel sem. Spiró György a 90-es évektől konokul és folyamatosan írja egyre keserűbb darabjait, a rendszerváltó évek kritikáit.
A Prah című dráma két szereplőjével, egy vidéki házaspárral megtörténik az, amiről a legtöbben csak álmodunk. Öt találatosuk van a lottón. Az író hajszál pontosan írja meg a férfi és a nő viszonyát, és elkeserítően röhelyes tehetetlenségüket az őket érte nagy szerencsében. A szerzői elképzelést tökéletesen megvalósítja Bacskó Tünde és Bánki Gábor kettőse, akiket a rendező választott. A tehetetlen, perspektívátlan, a múlt nyomorúságától menekülő, a jövőtől rettegő, a lottózó és nyereményszelvényt égető nő és férfi bármelyikünk lehetne. December 17-én ezt a szembenézést és ráismerést szeretnék megmutatni a pécsi közönségnek. A Magyar Televízió körzeti stúdiója és a Pécsi Horváth Színház jóvoltából évek óta rendszeresen megrendezik azt a karácsonyi koncertet, amelyen hazai és horvátországi fellépők közösen gondoskodnak a közönség szórakoztatásáról. A rendezvényre idén is Budapestről, Bácskából, Baranya, Somogy, Zala és Vas megyéből érkeztek résztvevők. A Magyar Televízió horvát szerkesztősége a délszláv háború idején rendezte meg először a horvátok magyarországi karácsonyát. A karácsonyi koncertnek az alapötlete az egy nagyon, nagyon nyomorúságos időkben, véres időkben született meg, amikor Magyarország déli részén, itt pont Pécs környékén 100 000 horvát állampolgár volt, akinek a többsége horvát volt, voltak köztük magyarok, szerbek, és így tovább, és ennyitendő az ő elveszettségüket találtuk ki, hogy legyen ez a karácsonyi koncert. A Pécsi Horvát Színház kezdetektől részt vesz a szervezésben. A színház vezetője szerint ezek az alkalmak erősítik az összetartozás élményét. Én azt hiszem, hogy egy ilyen kis közösségnek, mint a horvátság Magyarországon, nagyon fontos, hogy ilyenkor, legalábbis karácsonykor összejöjjön, és egyfajta együvé tartozás jegyében születik meg ugyebár ez a karácsonyi koncert. Könyvbemutatót tartottak vasárnap a Ciszterci Rend Nagy Lajos gimnáziumában. A szerző Ferkó Zoltán már nem először jár az intézményben, hiszen idén tavasszal biciklis zarándoklata egyik állomásaként ugyanitt fogadták őt a pécsiek. A fiatalember 40 nap alatt több mint 3000 kilométert tett meg kerékpáron azért, hogy felhívja az egyházak, illetve a világ figyelmét arra, hogy a csángó magyaroknak, Európa egyik legelfeledettebb, legrosszabb helyzetben lévő kisebbségének is joga van anyanyelvén hallgatni a miséket. Ferkó Zoltán zarándoklatáról könyvet is írt. Vasárnap pontosan erről a kötetről és az utazása során megélt élményeiről hallhatott színes beszámolót a közönség. Most tekintsék meg további híreink képes összefoglalóját. Nem sztrájkolnak a postások, sikerült megegyeznie a Magyar Posta vezetésének és a kézbesítők szakszervezetének a béremelésekkel kapcsolatban, így elmaradt a múlt héten kilátásba helyezett munkabeszüntetés. A postások érdekképviselete elsősorban a havi 100 000 forintnál kevesebbet kereső munkatársaik bérét kívánták rendezni a tárgyalásokkal. Fatüzelési otthonok támogatását szorgalmazza az MDF. A párt mai pécsi sajtótájékoztatóján a szervezet megyei elnöke elmondta, a gázártámogatás mintájára a Magyar Demokrata Fórum a fatüzelési otthonok állami támogatásáról készít javaslatot. Véleményük szerint ez nem csak a legszegényebb családok megsegítését, hanem a fekete gazdaság kifehérítését is jelenthetné. Számtalan koccanásos és egy halálos baleset is történt a hétvégén. A pénteken leesett hó nem csak megnehezítette, de rendkívül veszélyessé is változtatta a közlekedést. A rendőrség tájékoztatása szerint számtalan koccanás történt. Egy a csúszós út miatt keresztbe fordult autó például távolsági busszal ütközött a hatoson. Tragédiával végződő baleset is volt. A Vásártér környékén vasárnap egy személygépkocsi halára gázolt egy gyalogost. A csúszós út nem csak az autósok közlekedését nehezíti. Az elmúlt napokban Pécset nagyjából háromszorosára nőtt a kisebb balesetek, kéz, kar, lábtörések száma. A mentőszolgálat munkatársától megtudtuk, szerencsére súlyosabb baleset eddig nem történt. Ennek ellenére nem árt óvatosan közlekedni. A téli síkos időben használjunk megfelelő recés talpú lábbelit, de akár a cipőre húzott zokni is csökkentheti a csúszás veszélyt.
Együttműködési megállapodást kötött az Egyetem Felnőttképzési Kara és a Regionális Munkaügyi Központ. A megállapodás célja a régióban élő emberek életkörülményeinek javítása, a szociális biztonság, a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiaci esélyegyenlőség erősítése, a felsőoktatás és a munkaerőpiaci szolgáltatások fejlesztésének lehetőségeivel, eszközeivel. Már csak az utolsó simítások vannak vissza, és elkészül a Zsolnai Szobornál épülő körforgalom. A hideg idő megnehezíti, de komolyabban nem akadályozza a munkálatokat, mondják a PVV ZRT-nél. A burkolat építés miatt szerda délután 17:30-tól, a tervek szerint egészen péntek délelőttig teljesen lezárják ezt a környéket. A buszok is más útvonalon fognak közlekedni. A járatok általában a Zsolnai szobrot nem érintve a 6-os úton mennek majd. Rendkívüli közgyűlésen döntenek a képviselők a tubesi lokátor sorsát is befolyásoló építési szabályzatról. Eredetileg a december 13-ai közgyűlésen tűzték napirendre a pécsi építési szabályzat azon módosítását, hogy a város közigazgatási területén ne lehessen katonai lokátort építeni. A szavazást akkor elnapolták. A szabályzatot ezen a héten újra tárgyalják. Az ellenzéki pártok kezdeményezésére csütörtökön reggel 7:30-ra hívták össze a közgyűlést. Újabb áttörés előtt áll az onkológia, mondja a Pécsi Idegsebészeti Klinika igazgatója. Tudós portré sorozatunkban ezúttal dr. Dóci Tamást mutatjuk be. Dóci Tamás egyetemi tanár szűkebb szakterülete az idegsebészet. Ezen belül tudományos munkássága az agy térfogat szabályozásával és az agyödéma vizsgálatával kapcsolatos. Szakmája az elmúlt évtizedekben hatalmas fejlődésen ment át. A mikrosebészetnek a fejlődése, tehát a mikroszkópos sebészetnek a fejlődése a 70-es évektől, a idegsebészeti anesteziológiának és intenzív terápiának az óriási fejlődése, és hát a drámai módon fejlődött a képalkotók, tehát itt a digitális képalkotás, CT-MR, és aztán ezeknek a behatolása nem csak a diagnosztikába, hanem már a műtéteknek a kvázi vezérlésébe. Minimálisan invázív, azaz a lehető legkisebb beavatkozás. Ez a jelszó a mai sebészetben, amely az idegsebészetben is áttörést hozott. Talán a legeslegnagyobb eredmény az, hogy például a sugársebészeti módszer bevezetésével, az Pécsett is, azt mondhatjuk, hogy a korábban nem gyógyítható, nem kezelhető betegek, mondok egy példát, például azoknál, akiknél agyi áttét, rákos áttét keletkezett és meghaladta az egyet. Tehát mondjuk 2 vagy 3 kicsiny rák áttéte volt valamikor, mondjuk egy 10 évvel ezelőtt, ezek a betegeket automatikusan inoperábilisnek mondták. Amióta bevezettük a sugársebészetet, azt lehet mondani, hogy az első 50 beteget követve, ezek közül összesen 2 vesztettünk el az agyi rákos áttétek miatt, a 48 közülük visszakerült az onkológushoz, és kontroll alatt tudtuk tartani az idegrendszeri áttéteket. A professzor szerint a daganatos betegségek gyógyításában újabb forradalmi változás várható. Az ér keletkezéssel kapcsolatos, az gátló, tehát az új, például a daganatok érellátását gátló szereknek a megjelenése, tehát úgy gondolom, hogy az onkológia az egy forradalom előtt áll, többek között ezen a részen is. Hát a képalkotásban pedig, ott pedig valószínűleg például az MR területén a molekuláris képalkotásnak a fejlődése várható. Nem csak az alakját lehet egy betegség, mondjuk egy daganatnak vagy egy elváltozásnak kimutatni az MR-rel, és ezt használni a műtétnél, mint műtéti vezérlést, hanem elképzelhető, hogy a sejtszinten, tehát a betegség élettani vagy kórélettani folyamatait is jobban lehet majd ábrázolni. 125 évvel ezelőtt született Kodály Zoltán, világhírű zeneszerző. A művészre vasárnap a Pécsi Bazilikában emlékeztek. Ez volt a Kodály év záró hangversenye, amelyet találóbb időpontban nem is rendezhettek volna. Nehéz lenne felsorolni azt a temérdeknyi eseményt, amellyel az 1882-ben született Kodály Zoltánra emlékeztek ebben az évben város és megye szerte. A Kodály év zárásaként a Pécs Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség jóvoltából a Pécsi Bazilikában egy nagyszabású hangversenyt adtak, ahol a város és a környék kórusai léptek fel.
A koncert előtt Garadnai Balázs püspöki helynök Kodály és az egyház közötti kapcsolatról is beszélt. Garadnai szerint a művész milyen hívő keresztény volt. Nagyon fontosnak tartotta, hogy odafigyeljen az Isten ajándékozó szeretetére, és meggyőződésem, hogy mindaz a zenei talentum, az a kincs, amire ő ráismert, az tulajdonképpen Istennek egy olyan ajándéka, amit ő fölismert. És nagyon sokunkban ott vannak azok az értékek, amik mellett készek vagyunk elmenni észrevétlenül. Ő számunkra fantasztikus pont volt, hiszen életének nagyon nagy részben komoly szálakkal fűződik Kodály Zoltán és Pécs, nem beszélve arról, csak hogy a második felesége mondjuk pécsi születésű, és emellett pedig ő nagy-nagy szerepet játszott Pécs zenei életében. A mostani hangversennyel lezárult a városban a megemlékezés sorozat, amely az idei évet végig kísérte. Most lássunk néhányat a Pécsett a következő napokban látogatható programok közül. A szekszárdi többcélú kistérségi társulás napjával folytatódnak a pécsi advent rendezvényei. A tolnai fellépők kedden kora délutántól folyamatos koncertekkel várják a zene iránt érdeklődőket. A Szent Margit iskola diákjai, a Galiarda és a Madrigál kórus, illetve a Scola Cantorum Sopiensis kórus a Székesegyházban, a szekszárdi kamarazenekar és a szekszárdi gitárkvartett pedig a Dóm Múzeumban fog fellépni. A nyugdíjas pedagógusok barátság kórusa is koncertezik kedden. Az együttes 1996-ban alakult a város elismert pedagógusainak részvételével, akik egy sikeres pálya után értelmet és tartalmat kerestek nyugdíjas éveikre. Az együttes létszáma fokozatosan bővült a kezdeti 10 főtől a mai 40-ig. A kórus kedden 16:30-kor lép fel Pécsett a Dominikánus házban. Műsorunk végén néhány szó a térségünkben várható időjárásról. Folytatódik a csendes, de hideg időjárás. Kedden naposabb és felhősebb időszakok váltakoznak majd néhány órás napsütésre, szinte mindenhol számítani lehet. Számottevő csapadék nem várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul, jelentősebb fronthatás nem várható. Hírekkel továbbra is rendszeresen jelentkezünk, a Pont ma friss kiadásával pedig holnap este, ugyanebben az időben várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!